a történet Ferencről szól. Ő Isten törvényei szerint akart élni, Jézus lelke szerint fethetetlenül, ebben a bibliai iskolában. De néhányan irigyek voltak rá. This one last bullet you mentioned is my one last shot at redemption. Cause I know to live you must give your life away. Cause I've been housing all this doubt and insecurity. Everything breathing, praising God. In the company of all who love the King, I would dance, I would sing. It could be heavenly. Turn the music loud, lift my voice and shout. From where I am, from where I've been, He's been there with me. He's built a monument. His very people, let His people sing, sing, sing. That's so wonderful, just to be here now. Praising under open skies, everything breathing, praising God. In the company of all who love the King. Praising under open skies, everything breathing, praising. Nem hiszem el ezt az ember. Annyira idegesítő, már megint ott ki csinálja a fejét. Azt hiszi, hogy minden keresztül van egy ilyen szent. Valamit csinálni kell. Ez nem ilyen szent. Álszenteskedik mindig, azt hiszi Szent Ferenc. Micsoda képmutató. Boldogszor mindig ott van az árti körül is, az Arányos Árti körül, és teljesen elhiszi, hogy ő ilyen. Á, biztos intől akar lenni. Tudom. Biztos, azt hiszi, ez így elérheti. Nem is tud angolul. Nem is tud angolul. Ilyen nevetséges. Azt hiszi, majd így tud kommunikálni a többiekkel. Én nem lehet ilyen ember intől. Nem, hát szerintem neked kéne internet lenned. Hát lehet, majd el. Imádkozom érte. Borzalmas. Nem is értem, pedig ez egy vidéki gyerekért. De őszinte. De hát biztos Isten nem védeni meg, szerintem kell valamit csinálni, hogy bebizonyítsuk, hogy nem is igaz. Oké, van valami ötleted? Hát, talán be kéne csempészni a táskájába. Amúgy is állandóan látom, ezt kibemászkált könyvekkel. De én benne vagyok. Jó, akkor úgyis vannak olyan könyvek, amit nem szabad kivinni innen, és azokat is szoktak kutatni, és szerintem az lenne a legjobb. Berakjuk a táskájába. Hogyha mintha elloknál, vagy kiloknál, és akkor majd Isten nem áll ki mellette. Majd valakivel elepesztetjük, hívjuk az igazgatónőt, a Krisztát. Oké. És szerintem úgy kéne... De mikor koinónián, akkor mindig bent imádkozik. Jó, és akkor kihozzuk a könyvtárból egyből. Kihozzuk a könyvtárból, és akkor egyből oda hívjuk a Krisztát. És akkor majd imádkozhat meg minden. Szerintem ez jó ötlet. Akkor csináljuk meg szerintem. Okay. Lefezzük le. Előtöttünk? Igen. Majd egy ötös. Our strength.
láttam, mint hogyha olvastattam volna a könyveket, de közben láttam, hogy próbáltad betenni a táskádban. Az idők, hogy nálam? Szerintem is. Igen. Nézzétek meg. Itt van. És ezt nem lehet ki ott a könyvtárból. Mélységesen csalódtam benned, Ferenc. Hát én erről nem tudok semmit. Ezt el kell mondani az Ártinak. Még hogy nem tudsz, a teveskedben volt. Nem szabad. Uram, segíts! Persze, az úrhoz kiállt mindig. Mindig ezt csinálja. Várjatok! Megcsinálta. De meg kicsoda? Elnézést, én csak látogató vagyok, itt megnéztem a termet, és én kinéztem a dolgokon, amikor bejöttek és biztos a függönytől nem álltak, de ők ketten tették azt a könyvet a táskába. Micsoda? Hozzatok vizet! Ferenc történetének végső tanúsága, hogy aki Istent szereti, benne hisz, benne bízik, annak minden a javára válik. És nézzetek mindig a függöny mögé!